Sajnos nem sikerült a kijutás a V4-re. Hogy éreztétek magatokat, miután a döntő nem jött össze? Hát sajnos igen, nem sikerült. A Gamerzone jutott le. Jobban jött ki nekik a lépés. Egyébként egy pálya előnnyel indultak. Azt ott nagyot hibáztunk a felső ági elődöntőbe. Ott elengedtük őket, pedig a kezünkbe volt a meccs. Utána meg pályahátrányból sajnos alul maradtunk, de nagyon szoros pályák voltak. Hát nehéz ezt megélni, hogy innen felállni és innen még nyomni tovább, de muszáj is. Úgy érezzük, hogy amilyen teljesítményt nyújtottunk a Budapest 5 ellen is, és a Gamerzone ellen is két-három pályán, olyan teljesítménnyel külföldi csapatok ellen is simán meg tudjuk állni a helyünket, és ezért nyomni fogjuk tovább, és nem állunk le. Merre tovább? Mi a következő cél, amire így azt mondtátok, hogy na, megyünk Salamander, és ott oda megyünk, és akkor itt megmutatjuk, hogy mi ez a magyar virtus. A következő cél, most lesz egy Prestige lanunk Belgrádban, most hétvégén megyünk ki a srácokkal. Ez egy kétnapos verseny, nem egy nagy összdíjazású, de jó arra, hogy felkészüljünk, és megmutassuk azt, hogy milyenek vagyunk. Lesz ott egy-két jó csapat is. Egyébként a célunk az, hogy még idén sikerüljön kijutni az európai porondra, egy top 50-es céllal lennénk igazán megelégedve, és úgy érezzük, hogy ha egyszer áttörünk, akkor onnantól már jók leszünk, és menni fog az ilyen jobb csapatok ellen is, az európai top szintű csapatok ellen is. A kvalifikáció után Flash ugye bejelentette azt, hogy itt az ideje az EOC-t betolni. Mennyire lepett ez meg titeket? Engem személy szerint meglepett ez a lépése, ez a döntése, de egyébként, mint tudjátok, hogy ez nem végleges, és kicsit elhamarkodott volt az ő részéről, viszont úgy gondoljuk, és ő is úgy gondolja szerintem, hogyha ez a csapat nem fog sikerülni az év végére, szóval nem érünk el egy olyan célt, amit mi el szeretnénk, például ez a top 50 az európai szinten, akkor tényleg benne van az, hogy embercsere lesz ebbe az egészbe. Van már kiszemelt az ő helyére, vagy még mindig csak nagyon kerestek? Nincs, nem keresünk senkit, még maradunk, bízunk egymásba, bízunk a csapatba. Nem úgy állunk oda, hogy ennek vége lesz.